Most lesznek választások. Így van. És a választásokkor mit tudunk tenni? Mit lehetne tenni, hogy ez ne folytatódjon tovább? Nem szavazunk a Fideszre. Akkor kire lehetne szavazni? Mondjuk önre. Gattyán György vagyok, és országjáró túránk egyik állomásán vagyunk, itt vagyunk Egerben, és arról beszélgetünk, arról kérdezem az embereket, hogy hogyan látják a mai helyzetet. Jobban ki kellene használni a forrásokat, én úgy gondolom, és kevesebbet a zsebbe. Mit értünk ezen, hogy kevesebbet a zsebbe? Hát azért nagyon jól tudjuk, hogy csúran csöppen is mindenkinek, hogyha egy beruházásról van szó. Tehát, azért itt a kivitelezők megnyomják az árakat, nem akarok neveket mondani, de szerintem mindenki tudja, hogy kire gondolok. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy elméletileg mindenki hallott erről, mindenki sejti, hogy van egyfajta korrupció, vagy van egyfajta zsebbefizetés, akkor hogy lehet az, hogy nem történik semmi? Hát én úgy gondolom, hogy az emberek nem elég bátrak, hogy fellépjenek. Tehát régebben azért mentek az utcára, jobban tiltakoztak ezzel, most meg én úgy gondolom, hogy inkább csak nyelnek az emberek, és így egymást szidjuk, de igazából senki nem tesz semmit. Most lesznek választások. Így van. És a választásokkor mit tudunk tenni? Mit lehetne tenni, hogy ez ne folytatódjon tovább? Hát nem szavazunk a Fideszre. Akkor kire lehetne szavazni? Mondjuk önre.